A húsvéti ünnepek és hazai szokások megtartása, továbbadása magyar nemzeti érték. A hímes tojás készítés is fontos értéknek számít. Fekete Ildikó népi iparművész évek óta kutatja Kárpát-medence jellegzetes motívumait. Mindezeket most önök is láthatják. Úgynevezett flow élményt biztosít, tehát amikor ezeket készítem, akkor mintha az idő is megszűnne létezni, teljesen bele tudok ebbe feledkezni, tehát ez engem kikapcsol, örömet okoz. Tudom, hogy a hímes tojások azok hagyományosak, mindegyiknek van jelentése, és ezáltal még érdekesebbé válik számomra ezeknek a jelentéstartalmaknak a felkutatása, megértése. Fekete Ildikó 21 éves népi iparművész. Jelenleg az ELTE matematika szakos hallgatója, középiskolás kora óta foglalkozik viaszos írás technikával. 8 éve a hímesek bűvöletében él, és kutatja a Kárpát-medence különböző tájegységeinek jellegzetességeit, valamint a gömbi geometriát a hímesek motívumaiban. Magyarországon nagyon sok tájegység van, ahol készítenek hímes tojásokat, de más országokban is ez végül is jellemzőnek mondható. Például az ukránok is úgynevezett piszankát készítik, ami egy nagyon színes, nagyon mintagazdag hímes tojás, de talán a letisztultabb motívumok azok a magyarokra jellemzőek. A népi iparművész 1100 hímes tojáson keresztül mutatja be ezeket a különféle jellegzetességeket. Ildikó a sárközi, gyimesi, csángó, felvidéki, moravidéki és a dunántúli tájegységekre jellemző motívumokat gyűjtötte össze, részben szakirodalomból, részben pedig a helyiekkel történő személyes beszélgetések alapján. Dél-Erdély az igazából kettő részre bomlik itt szét nálam. A felső színesebb rész az a Hunyad megyei részleg, illetve alul ezek a pirosak, illetve fehér alapon piros mintájú tojások. Ezek a nagyküküllő megyei tojások. Mind a kettő dél-erdélyi, mégis azonban elég látványos különbségek vannak a két vidék között. Például a Hunyad megyei tojásoknak az a jellemzője, hogy piros az alapszín, és az alapszínen sárga, illetve fekete csíkkal ábrázoljuk a mintákat. Több tulipán ábrázolással is találkozhatunk. Van olyan tulipán, például ez, vagy itt a kettővel mellette lévő, ahol a tulipán az a tojás aljától egészen a tetejéig felér. Ilyenkor ez nem csak tulipán, hanem már egy életfa ábrázolása is. A tulipánról tudjuk, hogy a nőnek a szimbóluma, minél inkább ki van nyílva a virág, annál idősebb nőt ábrázol. Ezek a felső Torontál megyei tojások, ezeknek az a jellegzetességük, hogy általában három színnel szokás festeni őket, ez a piros, citromsárga, illetve a fekete szín, és motívum világukra nem a konkrét kész minták a jellemzőek, hanem van kettő darab alkotó elem, ez a cseppforma, illetve ferde vonalka. Ezekből a tojásíró mondhatni tetszés szerint állítja össze a motívumokat, és így alakulnak ki ezek a virágábrázolások. A másik, amit ezen a vitrinen bemutatok, az a Várai, a Pécsvárad környéki motívumok. Ugye ez a Dunántúlon található.
Itt nem meglepő módon a hímes tojások piros színűek. Találhatóak itt állatábrázolások, például sárkányos vagy pókos motívumok, de természetesen a virágábrázolás, illetve növényábrázolás az, ami jellemzi ezt a tájegységet. Most, hogyha nem virágról, hanem levelekről vagy növényekről van szó, akkor általában a tölgylevél az, amit a leggyakrabban találunk a hímes tojásokon. A hagyományos sárközi hímes tojásokat is igazából én úgy gondolom két részre lehet bontani. Vannak a régebbi típusok, ahol három színt használtak, a feketét, a pirosat és a narancssárgát, de az 1920-as években ez a sárközi hímes tojás, ez nagy divat volt, úgymond, tehát a képeslapokon, ami húsvéti képeslap volt, mind sárközi tojásokkal találkozhatunk. Ott a faluban akkor nagyon sokan ebből éltek, hogy készítették ezeket a hímes tojásokat eladásra a turistáknak, és ekkor a mintakincs is úgymond fellendült, illetve még több színt kezdtek el használni, ez a lila, illetve a zöld, és hát vannak olyan hímes tojások, amik már tényleg öt színűek, de az alap színhasználat az a három színnek a használata. Tojásíró népi iparművész azonban nem csak hagyományos motívumokkal dolgozik, a sárközi jellegzetességeket például továbbfejlesztette. De nem csak ez az egy újdonság fűződik Fekete Ildikó nevéhez. Én a fekete hátteret kicsit szomorkásnak találtam, a piros háttérrel pedig nem voltam annyira elégedett, ezért én úgy gondoltam, hogy a saját sárközi feldolgozásaimhoz már a fehér színt fogom háttérként használni. Na most a fehér szín az a hagyományos sárközi tojásokon nem található meg, de én ezt mégis a saját munkáimban alkalmazom, illetve én a lila, illetve a zöld színnel sem voltam kibékülve, ezért én azokat nem is alkalmaztam már ezekben a feldolgozásokban. A hímes tojásokban nagyon sok matematikát fel lehet fedezni. Ezek főként geometriai ábrázolások, tehát különböző szimmetriák azok, amik megjelennek. Na most a hímes tojás az egy eléggé, hogy is mondjam, teljes rendszerét vonultatja fel ezeknek a szimmetria típusoknak. Találkozhatunk sík szimmetriával, ezen belül tengelyes, forgás, illetve középpontos szimmetriai ábrázolásokkal, de minthogy a tojás maga az egy térbeli forma, ezért a térbeli szimmetriák is vannak, mint például a csavar szimmetria, ami egyébként elég nehéz. Tojásokkal tényleg rengeteg mindent el lehet mondani, akár a színükkel, akár a motívumkincsükkel. Ezért is nagyon érdekes a hímes vidéke, mert ott a motívumokról is sokkal több maradt fent, mint bármely más tájegységen. Az én egyik kedvenc hímesi motívumom, ez a vétett utas. A másik ismert gyimesi csángó motívum pedig a kakastaré, melynek védő óvó erőt tulajdonítottak a többi állatmotívumhoz hasonlóan. Ildikó ezzel díszítette a már előre kifújt tojást. Ilyen hímes tojást egyébként húsvét hétfőn bátran adhatnak a locsolóknak. 8 egyenlő részre osztjuk a tojást. Igen, tehát most ezzel készültem el, ez a 8 egyenlő rész, ez 8 egyenlő szárú háromszöget jelent, és amikor ez megvan, akkor következik a mintának a tényleges megrajzolása. Házilag is lehet festéket készíteni, ezek főleg növényi festékek, hát a legismertebb az a hagymahéjjal történő festés, de hát én azt tapasztaltam, hogy szinte bármelyik
növény alkalmas a festésre. Igazából ez egy elég egyszerű feladat, más nem is kell csinálni, csak szedni egy fazékra való növényt, és annyi vizet kell rátenni, hogy ellepje. Meg kell főzni, ezt úgy mindenki látja, hogy mennyire eresztette már ki a növény a színét, és amikor úgy gondoljuk, hogy most már ez egy elég jó színű festék lesz, akkor kiszedjük, leszűrjük a növényeket belőle, és hát attól függően, hogy világos vagy sötét színeket akarunk elérni, timsót, illetve vasgálicot adunk hozzá egy kisebb kanállal, ez fixálja a festéket a tojáson, és hát ebbe festjük igazából a tojásokat. A festék megszállodása után pedig érdemes a viaszt leolvasztani a tojásról, például hajszállítóval, hogy megkapja a hímes tojás az eredeti színét. Fekete Ildikó az elmúlt években több díjat is elnyert. A Gyimesi és Sárközi munkájáért kétszer is kiérdemelte a Magyar Kézműves Remekdíjat. 2015-ben Gránátalma, valamint Junior Prima díjjal is kitüntették. Ildikónak további tervei vannak. A jövő évben újabb tájegységeket bemutató kiállítással jelentkezik. Tervezem a háromszéki, illetve hétfalusi motívumoknak is az elkészítését. Már a motívumanyagom az megvan hozzá, de még ezeket nem valósítottam meg hímes tojásokon. Azt is meg szeretném mutatni, hogy más országoknak a hímes tojása, hogy néz ki, miben különbözik a mi hímes tojásainkkal. Tehát nagyon sok ukrán motívumom is van, ezekből is szeretnék bemutatni néhányat, hogy mindenki lássa, hogy mi az, ami a magyarságra jellemző. De addig is érdemes ellátogatniuk a Dunapalotába, amely március 26-áig ad otthont Fekete Ildikó varázslatos hímes tojások című kiállításának.